Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jön Warframe, jön Kiméra Prolog. Miről szólt, mit láthattunk, hölgyeim és uraim, mielőtt nagyon belevágnék, uh, ezt a questet csak akkor tudod megcsinálni, ezt a Prolog questet, hogyha az előző questek meg vannak csinálva egészen a Sacrifice-ig, szóval addig valószínűleg nem fog megjelenni. Na most, uh, vágjunk is bele, srácok, kapaszkodjatok meg, egy csomó elméleten fogunk végigmenni. Jó, talán nem olyan sokan, amennyi belefér az időbe, de egy pár elméleten végigmegyünk. Kitárgyalni szeretném veletek, ti, hogy látjátok, hogy hova halad a Warframe története, és egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy elmélkedjetek el, vajon úgy vala-e, ahogyan gondolom én. Na, egy valami biztosan kiderül ebből a történetből, az, hogy lesz a történetnek folytatása, amíg pedig az is kiderül, hogy Ballász és a Lotus között, a.k. Nata a Sentient között volt egy szerelmi kapcsolat, vagy legalábbis Ballász azt hitte, hogy egy szerelmi kapcsolat van, mivel hogy, ahogy a végén is mondja az egész monológiában, amit ott elmond, azt mondja, ugye, hogy mindenki azt látta benne, amit akart, egy szeretőt, egy anyát, meg ugye olyasmiket is mond, hogy egy sólyom a verép hangjával, meg egy kígyó, ami beleolvad a, a fába. Tehát a lényeg, ami lényeg, arra utal, hogy Nata teljes mértékben megjátszotta őt, megjátszotta a tenókat, és elárulta, Ballász ebből a szempontból, és egy kicsit olyan érzete van az embernek, hogy Ballász Marguliszt, mintha NATA miatt árulta volna el. Uh, majd kiderül, majd kiderül ez az egész, de előtte vágjunk bele uh, elméletfajtákba, amiket találtam neten. A klántársaimmal tegnap összeültünk, játszottunk, és közben beszéltünk arról, hogy mi lehet itt a Warframe-nek a sorsa. De ez ennyi biztosan kiderült, hogy szeretők voltak, uh, hogy uh, ugye NATA fel elvette Margulisnak a személyiségét, és Ballas elárulta az orokinőjakat e, továbbá, e, ugye a Sacrifice Quest után, mikor e, átszúrja az Excaliburumra, e, ballászt akkor ezek szerint ő túlélte, és Nata megmentette őt, és ez lett belőle, amit itt láthatunk. Na most, ne feledkezzünk meg arról, hogy ennek a questnek a neve Kiméra. Kiméra az egy görög eredetű szó, és konkrétan azt akarja, hogy kecskefejű, oroszlán testű, illetve kígyó farokkal rendelkező lényt. Szóval egy ilyen mutálódó több testű lényről van szó, és valamiért ugye az ember hajlamos arra gondolni, hogy a lótuszra gondolnak, ezzel a quest-tel kapcsolatba, és a Lotus az a bizonyos kiméra, aki konkrétan, ugye Ballas is felsorolja, hogy, hogy a kígyó, kígyóként beleolvad a fába, meg hogy egy, tehát egy különböző állatokkal, címezi fel, mert tehát elméletileg a kiméra általánosan abból van definiálva, hogy oroszlántest, test, kígy, kecskefej és kígyófarok, de igazából lehet bármiféle állat keverék. Na mindegy, is, bár lesz, hogy kell jellemzi a lótuszt, és a végén ugye ott mondja is, hogy pedig semmi más nem igaz, csak a szent ilyen, csak natá valódi, mindenki mással csak játszott velünk is, tenokkal, stb. Na most, hogy őszinte legyek, itt kezdődik az első elmélet, a kiméra szó valójában nem lótuszra van, hanem a ballászra magára, hiszen ő, még, tehát ő eltorzult, teljes mértékben eltorzult mostanra, egy félig szent ilyen szegénynek felrepett a segget egészen derékig, és és valójában ő, ő az, a, akit kimérálnak hívjuk. Ha azt nézzük, hogy mit olyan kecskeszerű lábai vannak, a, a feje meg a teste valahol, ugye amikor még szép orokiné volt, akkor azt nevezhetjük oroszlánnak, és maga a nyelve, amikor beszélt, ugye, mert megjátszotta mind a két oldalt, Nátá kedvé lenne a kígyó, Úgyhogy a kiméra uh, szerintem nem a lótuszra utal, hanem a ballászra. Ami arra ad következtetést, hogy a következő main questben uh, valószínűleg a lótusz uh, olyasmit csinál, tehát amiben ed amit eddig is csinált, mind a két oldalra játszik, azt uh, elhitetve velünk, hogy... Uh, az ő az ellenség, és mi nekünk őt le kell gyilkolni, és Ballason keresztül kaptuk meg ezt a kardot tőle, ami öli a szent értitek. Szóval, hogy úgy nézzen ki, hogy a szent elárult a ballás, de valójában a lótusztól kaptuk a, kar, a, a kardokat, a, a kardot, és uh, ugye jelenleg Nátán, mint szent ilentként, uh, úgy próbálja magát eladni, hogy uh, ő a Tenóknak az ellensége és háború készül, de végül természetesen át fog állni a mi oldalunkra. Ha, ha azt nézzük azt, hogy a Tenók kezébe milyen hatalmas erő van, ugye a Void energiával kapcsolatban, és már egyszer legyőzték a szentienteket, a, akkor a lotusnak minden érdeke arra vezet, hogy a Tenók oldalára álljon és megnyerje ezt a háborút. A következő elmélet elég egyszerű, pretty forward, annyit tesz, hogy a Lotus tényleg az, akinek gondoljuk ő, Nata a sentient és elárult minket, és egy hatalmas háború lesz ebből az egészből, amiből nem tudom, ki fog kijönni nyertesen, de valahogy szerintem akkor is úgy oldják meg, hogy a Lotus a mi oldalunkon legyen. Szóval ez, ez, ez talán egy elmélet fajta lehet. Létezik a neten egy olyan elmélet, küldték nekem a klántársaim tegnap, egy uh, csajszírta a Warshén fórumon, hogy, uh, hogy igazából Ballas az most megkapja a méltó büntetését Natától, mert Natá ugye őt kihasználta, felhasználta, és megkapja a méltó büntetését Natától, és ugyanúgy, hogy tőlük, tőle Natától kaptuk Ballason keresztül a, a kardót, és végre konkrétan az a mesterelme, aki Ballas, aki az egész mögött volt, hogy kirobbanjon a háború, szentientek oroki, orokiniak között, most ö, ő maga lett ö, irányítva, Nata által. Hát, ö, ez, is, ez is meg lehet ö, tulajdonképpen. Van egy másik elmélet is, amit beszéltünk a srácokkal itt a klámban, hogy Uh, ugye az erő, előző Prolokóvesnél, amikor Ballas összetálkozott a Lótusszal, és levette a sisakot róla, és akkor uh, a Lótus felébredt, hogy jé, hát tényleg most már emlékszem, hogy szentient vagyok. Az, az pedig az, hogy um, az pedig az lenne, ugye, hogy Margulis tudata a Lótus sisakjában volt, és azzal, hogy a Lótus sisakjában volt Margulis tudata, így, uh, így nem jött ki belőle a szentient éne tulajdonképpen, és akkor az egésznek az lesz a lényeg, hogy visszaveszi a sisakot, és újra normális lesz. Viszont erre az elméletre, most jut eszembe, tegnap nem jutott eszembe, rá tudok cáfolni, hogy ez nem igaz. És még pedig azért, mert amikor bejött a Nata Quest, bejött a Nata Quest, akkor ismerhet, ismerhettük meg Hao-t, az apját. És a Lótusz, ugye a sisakkal a fejé meg minden, emlékezett az apjára, és emlékezett arra, hogy ki ő, és hogy miért van itt. Szóval itt azért van egy kis csaval. Az a sisak, az, az valami más volt. Tehát a sisak az valami más volt sem, mint hogy Margulis tudata. Lehet, hogy Margulis tudata benne volt abban a sisakban, ahonnan Lótusz letöltött memóriákat, hogy megjátsza a szerepét, az előfordulhat, de az biztos, hogy nem volt teljes emlékezet uh, vesztésem, mivel, hogy uh, ugye a Nata Questnél hát tisztán ott volt, hogy emlékszik, hogy tudja, hogy ki ő, és stb. is magyarázkodnia kellett ott előttünk, hogy igen, bocs, én vagyok Natá, ez van, egy szentient vagyok, ott esetleg mindenkinek nagyon az áll, hogy a Warframe lore történeten belül, hogy volt a Lotus szentient, mikor én azt mondtam, igen, tudtam, tudtam, hogy nem szabad rá hallgatni. És itt a fő kérdés, ugyebár szabad-e hallgatni a Lotusra című történet. Hogy őszinte legyek, ugye a Warframe történetét többnyire a közösség alakítja, az, az látszik, és ezért szerintem ezért is van, mert sokszor felreppent ez az elmélet, hogy a lótusz jó vagy rossz, ezért is van, hogy ebben a kis homályban tartanak minket, hogy a, a lótusz nem feltétlenül a jó fiú ebben a történetben. De azt kell, hogy mondjam, és e, e, ezt is beszéltük a srácokkal e, tegnap, hogy, hogy, hogy valószínűleg a lótusz, Uh, ha emlékeztek, mikor még volt a Tenokon, és volt a, um, a trélere a következő questnek, a Lotus az anyjával beszélt. És az anyja elejtett a Lotusnak egy olyan mondatot, hogy You know what you have to do? Kill them all. Na most, hogy kire mondta a, a Lotusnak az anyja? Uh, ezt arra mondta, hogy jön meg minket az összes tenót, vagy őjön meg az összes szentientet, ha megtudja. Szóval, hogy kit fog elárulni a lótusz, az még kérdéses, de ezek szerint van egy anya is uh, a képben. Na majd kiderül, nagyon-nagyon rá vagyok hype a történetére a játéknak, mert egyre-egyre uh, jobban alakul, és egyre jobb ilyen tények derülnek ki, és a lótusz körüli uh, misztikum szépen lassan uh, megfejtésre kerül, legalábbis azt hiszük, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a következő ezt is félbe fogják vágni, hogy tovább húzhassák a történetet. Srácok, ezek lettek volna az elméletek. Melyik a te elméleted? Mit gondolsz te? A lótusról. Mit gondolsz, hogy ki ő, mi ő, kit fog elárulni, kinek az oldalában? Írd le a te elméletedet a Lótuszról. Srácok, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like a Discord szerverünk bárki számára elérhető link a videó leírásában. Kérdéseket várom Facebookon, avagy itt a videó komment szekciójában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!